Pleszkán Frigyes és Gájer Ferenc duót hallják. Magázódhatunk? Pleszkán Frigyes vagyok. 8 évesen kezdtem el zenei tanulmányaimat. Első tanárom édesapám volt, első nyilvános fellépésem 11 éves koromban volt. Divatja van a jazznek, tehát 4-5-6 éve, tehát a modernabb jazznek is, nem csak az a tradicionális jazzről van szó, ami ugye örökké népszerű volt, vagy sokkal népszerűbb, mint a modern jazz, de úgy veszem észre, hogy az elmúlt 6-8 évben sokkal népszerűbb a modern jazz is, és nagyon sok fiatal zenekar, szólista is tudja megmutatni magát, és igazán komoly pálya előtt áll. Lényeg az improvizáció, de itt nagyon sok olyan dolog volt, ami formailag is ad-hoc jelleggel adódott és alakult ki, tehát úgyis improvizatív volt egy kicsit, de hát a jazz és jazz nem lehet elképzelni annélkül, hogy az ember nem improvizál. Persze millióféle stílus, millióféle keretek, nagyon sokféle egyéni megoldások, egyéni felfogások lehetnek. Érdekesnek találtam, hogy a baráti társaságában van egy szülinap, és a Happy Birthday-t legalább 10 számban összekombinálta, és nagyon érdekes volt. Nekem nagyon tetszett. Nem szerettem ezt a szót, egy csoda gyerekként fölvettek az akkori közép-kelet-európai egyetlen jazz tanszékre, ahol Gonda János professzor foglalkozott velem, mint rendkívüli hallgatóval. Ekkor még általános iskolás voltam egyébként. Mondjak, 16 éves koromban kikerültem Finnországba a Pori Nemzetközi Jazz Fesztiválra, ami azért érdekes, mert hát itt voltak Magyarországon onnan egy küldöttség, és végighallgattak egy csomó zenészt, és hát na, engem hívtak meg, lényeg az, hogy Örbihánkak, Vedőreport és ilyenekkel egy színpadon, tehát így egymás utánok játszottam, és 16 000 ember előtt állítólag annyian voltak. Ezt leadta a finn televízió legalább 5-6-szor, onnantól, hogy mindig küldték a jogdíjat. Nem sokat, 40-60 frank, ezért finn márkát vagy dolog, de jól jött az akkor, de ma is jól jön, ma már nem küldik. Lehet klassze pianist. Ez egy olyan megtiszteltetés, hogyha ezt kiírják egy magyarul, hogy szerintem ilyen módon én is képviseltem Magyarországot. És nekem az volt az elképzelés, amit ma csinálok, az az, amit mindig is csinálni akartam, meg akarok is a jövőbe csinálni. Aztán, hogy lehet vele érvényesülni, az egy más dolog. Ez csak akkor is, akármilyen még talán egy valamelyes könnyebb oldala a jazznek, bár voltak itt azért nehéz számok, amiktől elmenekült többnyire a közönség nagy része. Ebből megélni nehéz, ez csak úgy megy, hogyha tényleg hát mindent el kell vállalni, vagy pedig valaki, aki azt mondja, hogy na most pedig erre költünk. Voltak évek, amikor tényleg nagyon a gatyám mellett jártam. A hálátlan műfajt választottuk, ha megélhetést nézzük, hálátlan, a leghálátlanabb műfaj. Tehát én is ezerszer elmentem volna, mondom, popzenésznek meg. Van egy Colin Ballon, olyat játszott, hogy ilyet még az életemben nem hallottam senkitől. Tehát 30 éve nem volt ilyen zenei élményem, jazzben. De nem, valahogy nem születtek igazán a ma olyan nagy egyéniségek a régen. Az igazság, hogy jó fülem volt, és az Oscar Peterson, aki hát minden idők talán legnagyobb jazz-zongoristája. Engem ő teljesen lehengerelt, én is gyerekfejű, 11 éves voltam, amikor hallottam, 10-11. Hát itt járt az Erkel Színházban, és fölvett a rádió, a Magyar Rádió, és leadták az adásba. És hát fölvettük a szallagon, és akkor hallás után megtanultam a számait. De hát akkor még nem is tudtam úgy nehezebb darabokat játszani. Ő meg olyanokat játszik, hogy azt az életben senki nem játsza le. Most akkor el lehet képzelni, hogy akkor az egy ilyen kis gyerektől milyen teljesítmény. Hát nem is játszottam nyilván úgy, de valahogy érdekes módon csak előbb-utóbb fölfejlődtem, és 13 éves voltam, elvitt az apám ebbe a suliba, Gondáiknak bemutatott, és addigra megtanultam tőle, vagy 20 számot, és azt mondta Gondol, hogy hát ilyet életében még nem találkozott, meg stb. És úgy elkezdődött elterjedni ez, hogy ez egy csodagyerek, és az ment ez egy pillanat alatt így mint futó tűzként terjedtem. Nem, Finnországban voltunk tényleg, és akkor ott is írták ezt, mondom, hogy ich me lapsi. Ez csak viccnek mondom. De ez tényleg viccesen hangzik, de ez finnul azt jelenti, hogy csodagyerek. Körbiánkor, Vedőrekor, Csikória és ich me lapsi Frigyes Pleszkán. Megpróbálom mókás oldaláról fölfogni az egészet. Másképp nem lehet kibírni. Hát volt olyan, Svájcban jött valaki, odajött, azt mondja, hogy ismerem ezt a számot, hát mondom, nem. És valamilyen filmnek a zenéje, és akkor mondom, te mobiltelefonodon, mert egy kis fiatal srác volt, mondom, mobiltelefonodon van, nincsen benne? Dehogy nem, azt mondja, lejátszotta. Hát mondom, jó, nem ismertem, de mindegy, megjegyeztem 4-6, és akkor csináltam egy improvizációt, mindent. Lehet klassz pianista.